Az a furcsa, hogy a gyerekeket mondod, és imádom a gyerekeket, és a Pankát is imádom, de fura érzés, hogy amikor velem van, mert természetesen velem van azért sokat, akkor is hiányzik valami. Tehát hiányzik mellőle a klahu. Úgyhogy azt gondolom, hogy még párba nem is gondolkodom, következő párba. Nem? Mert nem tudsz képzelni magad mellett? Most ilyen. Még egy barátnőt se tudok elképzelni magamnak. Becsapás lenne. Szóval önbecsapás? Nem önbecsapás, az ő becsapása. Miért? Azért, mert nem lehet azt csinálni, hogy valakinek azt mondod, hogy figyelj, én nagyon benne vagyok még valamiben. Ezt hívhatjuk. Nem tudod, szerelemnek hívjuk el, nem lehet definiálni ezt az érzést, ami most van, egy hiány van. Az előző családomnak a mérhetetlen hiánya. Most úgy, nem tudom, hogy kapcsolatba belekezdeni, de egy bármilyen lánnyal, ezt elmondom neki nagyon őszintén, hogy figyelj, én még nem vagyok jól, de kezdjük, ez egy marhaság. Ez az ő becsapása, mert természetesen, ha tetszem neki, vagy esetleg szeret, vagy szerelmes belém, akkor azt mondja, ugyan, nem baj, semmi baj. Tehát meg kell gyógyulni. Ebből az egészből föl kell állni a földről, és akkor fölálltam, és egészséges vagyok, és azt mondom, hogy na akkor most tiszta a lelkem, szívem megint olyanot szeretni akar, akkor igen.